Sziasztok! Kristóf kockás ember, ez pedig nem más, mint a pénteki chat. Sok izgalmas dolog történt a héten, ráadásul egy VIP hétvégé előtt állunk, úgyhogy úgy gondoltam, úgy itt az alkalom egy pénteki chathez. Ráadásul van mit bontogatni is. Kezdjük a hírekkel, és egyből ugorjunk a jövőben, ugyanis érkezett pár hivatalos kép a jövő évben megjelenő készletekről, hogy ezen fussunk végig. Maradjunk ismét Star Wars vonalon, hiszen ugye hamarosan, pontosan egy hét múlva érkezik a hatalmas UCS áti, Szóval ezen a vonalon maradva bemutattak pár készletet, ami a hot bolygóhoz fog kapcsolni, Egyrészt egy STI, kapunk majd figurákkal együtt, ami összesen 586 elemből fog állni, és 50 euró lesz az ára. Amint látjátok a képeken, kapunk hozzá 3 minifigurát, tudja mozgatni a fejét, van rajta kilövőt, igazán gyerekeknek való készlet, és van egy, egy kisebb készlet, amit bemutattak, ez pedig nem más, mint egy battle Pack, szintén a holdbolygóhoz kapcsolódóan, összesen négy minifigurát fogunk kapni, 105 darabból fog állni, és 20 euróba fog kerülni. Ahogy elnéztem a reakciókat erre a készletet sokan felsziszentek az árán, de azt kell mondanom, hogy igen durván elszaladtak a LEGO árai, szóval ezen nem igazán van mit meglepődni. És így ugorjunk át a Marvel világra, ahol szintén kaptunk pár kép, hivatalos képet hogy a jövőben megjelenő készletekről. Ezek leginkább csak ugye, ilyen robotruházatok, méghozzá Wolverine fog kapni egyet, 10 euróért és 141 darabból fog állni, ezen kívül kapni fog Iron Man is, tehát Vasember is fog kapni egyet, 130 darabból és szintén 10 eurós állal és végül Fekete Párduc fog kapni egy ilyen ruházatot, annak 100 darabja, és szintén 10 eurós ár És még egy érdekes készlet jött meg most, ez egy építető vasember, 381 elemből, és 40 eurós ára. Hogy ezek lesznek a Marvel világban, írjátok meg kommentben, hogy mit szóltok hozzá, hogy örültök ezeknek a készleteknek, vagy inkább ez ilyen hát jó lesz a gyerekköcöknek kategória. És akkor jöjjön két pletyka, ami igazából az egyik az eheti, a másik meg korábbi, csak azt elfedettem, mind a kettő igazából a Creator Experts kategóriába tartozik. A régebbi pegyka az az, hogy egy Veszpát fogunk kapni a Creator Experts vonalon, azt gondolom, hogy ennek a sok Veszpás rajongó nagyon, nagyon fog örülni. A másik pletyka, ami már igazából egy éve hát felreppent, az pedig az, hogy a Delorin fog ugye rendesen a vissza a jövőben filmhez kapcsolódó Delorin fog megjelenni. Reménykedjünk, hogy most a mind a kettő ténylegesen meg fog jelenni. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Én minden esetre nagyon neki, és azt gondolom, hogy szépen érkezni fog majd Zsoltival egy közös videó a Veszpás készettel kapcsolatban, hiszen ő nagy Veszpa fan. És akkor menjünk tovább, és elérkeztünk igazából a hétvégéhez, ami bizonyos szempontból nagyon fontos, bizonyos szempontból nem. Ugye ez a VIP hétvége, ami általában a Friday ilyen kis akciókat szokott takarni különleges készítekkel, különleges ajándékokkal, valamint ugye dupla VIP pontokért lehet vásárolni. Ugye az a VIP pontok azért fontosak, mert ebből tudsz vásárolni dolgokat, amit csak VIP pontot tudsz megvenni, illetve fel tudod használni a LEGO weboldalán kedvezményekre. Tehát igazából nem egy rossz biznisz. Ahogy ezt a weboldalon is látjátok, két ajándék lesz most a VIP hétvégéhez kapcsolódóan. Az egyik egy ilyen retro fém tábla, tehát nem csak egy műanyag, hanem rendesen minőségi cucc, ami retró retro világot hozza magával. Szerintem nagyon jól néz ki, én nagyon elgondolkoztam rajta, viszont az, hogy mennyiért kell érte vásárolni, ez egy kicsit riasztó, hiszen 90.854 forintért kell érte vásárolni, ez szerintem egy kicsit brutális, de az is igaz, hogy nagyon könnyen össze lehet kattingatni egy ilyen összeget, főleg, ha arra gondolunk, hogy a reszkesedő betörők készlete az már önmagában is eléri ezt a szintet, tehát nagyon durva drágaság vannak legoldán. De menjünk meg és nézzük meg a másik ajándékot. Ugye ez nem más, mint a Mikulás Kertje, ezt már nektek promóztam múlt héten, szerintem zseniálisan nagyon jól néz ki. Ehhez 61.780 forintért vásárolni, ami szintén túlzás, de mint az előbb említettem, ezt is nagyon könnyű összekattingatni, illetve még egy annyi érdekesség, hogy ez egy elsőbbségi VIP hozzáférés fog biztosítani, tehát az az érzésem, hogy ez később is meg lesz. Um, ezért nagyon nehéz a döntés, hogy van ez a VIP hétvégén érdemes részt venni, vagy sem. Ezt ti döntsétek el. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy még mik vannak itt. Lesznek a VIP voltban még extra akciók is, de ami a legizgalmasabb az, hogy egy retro fényképezőgép lesz az, amit még meg lehet vásárolni, méghozzá 2000 VIP pontért. Ez biztos, hogy ilyen um, úgymond idézőjelben nyitáskor lecsapós készlet lesz, hiszen nagyon gyorsan el fog fogni, ezt szinte garantálom nektek. Nekem nincs hozzá kétszer pontom, úgyhogy én ezt elve buktam, és az is igaz, és ezt fontos tudnotok, hogyha vásároltok előtte, a VIP végén azt a pontot nem fogják egyből jóvá jönni, tehát az se fog működni, hogy még vesztek valamit, és utána még gyorsan megvesztetek ezt is, tehát ezt ne készüljetek erre, mert ez nem fog összönni. Már most rendelkezetek kell ezzel a pont mennyisége az, hogy meg tudjátok venni. És aztán van még egy extra is, méghozzá lehet nyerni egy bonszajfát, gondolom nyilván valamennyi pontot be kell dobni a kalapba ahhoz, hogy részt venni ezen a akción. Mindenki döntse maga szerint, ő, hogy ez nem egy olyan hatalmas készlet, amiért érdemes pontokat elszólni. És nagyjából ennyi lesz a VIP hétvége. Nyilván biztos fel fognak bukkani még érdekeségek, de igazából ez a, hát mondjuk úgy három dolog, jó, igazából négy dolog az, ami izgalmas, ugye a dupla pontok, a két ajándékkészlet, illetve a fényképezőgép. Ugye ez pár múlva fog kezdődni, éjfélkor, érdemes még most gyorsan végigondolni, hogy részt akartok -e venni, vagy sem, meglátjuk. Én viszont csináltam egy kis felmérést, a Instagram sztoriban, illetve a Facebook sztoriban is végigfutott a kérdéssorozat, pont a VIP hétvégével kapcsolatban, hogy ti mit szóltok hozzá, részt fogtok -e venni benne, vagy sem. Na, nézzük, lapozgassuk végig a válaszokat. Az első kérdésem az volt, hogy fogtok-e vásárolni egyáltalán, tehát az ajándékokat függetlenül fogtok-e kihasználni a dupla pont lehetőséget. Hát erre többségében nem szavaztatok, ami igazából eléggé meglepődtem. Aztán jöjjön -jön a következő kérdés, hogy a Mikulás kertje című ajándék be fogjátok szerezni, tehát fogtok annyiért vásárolni, amennyiért az van, tehát ugye ez a 61 ezer forintért. Erre szintén többségében azt mondtátok, hogy nem. Aztán jön a következő kérdés, hogy a fém táblácskát fogjátok el beszerezni. Ugye nyilván ez leginkább azoknak szólt ez az a kérdés, akik a Mikulás kártyire erre igennel szavaztak. Itt is többségében nem már szavaztatok, úgyhogy úgy néz ki, hogy nem sokan mozgolódtak ezért az akcióért. Én nagyon meglepődtem, viszont mind nagyon kis extrás, bár tény, hogy brutális kérték el érte vásárolni. És aztán jön a következő kérdés, hogy a fényképezőgépre le fogtok-e csapni. Ugye ez egy különálló kérdés, hiszen a ö, pontokért lehet megvásárolni. Itt is többségében nem el szavaztatok, hiszen nincs rá pontotok, ugye ez volt eleve a két opció. Úgy, hogy nekem sem, úgyhogy igazából szerintem ezt többségében sajnáljuk. És akkor végül az utolsó kérdés, és ami talán legfontosabb, az az, hogy vajon a Mikulás kertje készlet meg fogja jelenni a magyarországi legosztorokban, hiszen, ahogy ezt említettem is, ez egy elővásárlási jog most a VIP hétvégén, tehát biztos, hogy lesz később is, de hogy vajon Magyarországon meg fog jelenni, milyen összegbe fog kerülni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és ez nagyon sok mindent eldönt, hogy most vajon hol költsd a pénzedet, főleg, hogy például, ha a kockahu nézzük, akkor ott azért viszonylag sokkal jobb árak vannak, mint a legocom ugye ez nem is kérdés. Nos, itt döntetlen lett az állás, hogy látjátok, tehát ti se tudtátok előtte, hogy lesz, nem lesz, Hát igen, ez egy hatalmas kérdés. Én próbáltam rákérdezni a kocka.hu-ra, amikor ezt a videót felveszem, még nem kaptam rá választ. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mindenesetre azért ez egy nagyon öm, sarkalatos kérdés, én azt gondolom. Írjátok meg kommentbe, ti mit gondoltok erről az egész VIP étvégéről, mit szóltok az ajándékhoz, meg úgy egyébként fogtok -e részt venni, ha esetleg a említett nem vettetek volna részt. Kíváncsiak a véleményetekre. Amit még érdemes hozzátenni, Kicsit beszélgettem Balázs, ugye részegbik Balázsjal, aki mostanában nagyon izgalmas kis videókat tett föl ilyen akciókkal kapcsolatban, és ő mondta azt, hogy igazából, ha nagyon rá kell menni az emlékezetekre, hogy nagyon szeretni beszerezni, és mindenképp erre vágyna, akkor érdemesebb inkább a kifutó készletekre lecsapni, hiszen azokat már később nem lehet beszerezni, míg az aktuálisabb futó vagy éppen friss dolgokat, ráérünk kicsit később, és mikor egy picit leesik az ára, vagy be lehet más, más stb. Tehát ő, ő, szerinte ez az izgalmas irány, úgyhogy érdemes ez alapján végigkatingatni. Ugye a kifutó csináltam egy videót egy korábbi pénteki csetben, ott végig tudjátok pontosan mi fognak kifutni. Úgyhogy ennyi lenne a VIP végje, úgyhogy írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, és ugonjunk rá egy utolsó hírre, ami szintén nagyon izgalmas. Ez pedig nem más, mint hogy a Target és a Lego ismét egy közös együttműködést hozott létre, ahol különböző Lego témakörben lévő dolgokat fognak árulni a Targetben. Igen, ezt már is jól gondoltátok, csak Amerikában, tehát amerikai ismerséget beiszítani, ugyanis lesznek ruhák, lesznek kutyajátékok, kutya ágyak, lesznek homokozó mi, mi, szettek, vagy hoembere szettek, vagy föledd a hóembereket, illetve lesznek még rengeteg kiegészítő gyelkőcöknek, pázolok, tehát tényleg minden minden lesz, amit csak el tudtok képzelni, összesen vagy 300 ilyen termék. Viszont a legizgalmasabb, amiért ezt el akartam nektek újságolni, lesz plusz Classic Space figura, ami azt gondolom, hogy a Classic Space rajongóknak egy hatalmas ajándék, úgymond. Tehát, ha valaki esetleg shoppingol Amerikával, olyan amerikai ismerőse, aki majd átja küldeni hozzánk, akkor az mindenképp oszta meg a többiekkel, hiszen biztos, hogy benne, hogy sokan szeretnének ilyen plusz Classic Space figurát, meg kell mondom, hogy igazából én is. Nagy vállalatom ez, hogy igazából csak Amerikában lesz elérhető, de hát ezt már igazából megszokhattuk. És akkor jöjjön az a rész, amit igazából szintén nagyon várhatatok már, ami nem más, mint az unboxing, ami kicsit fura lesz, hiszen nincs előttem asztal, tehát nem tudom kényelmesen kibontani, mint ahogy szoktam, de majd azért igyekszem. Ugye itt van a kis csomag, igazából ne váljátok, extrát, nem várjátok semmi, extra, hogy benne van, de azt kell mondom, hogy végre valára négy hónap után uh, rendeltem, legolt és érkezett egy új doboz és bontogatunk. Azért nagyon durva, hogy már eltelt négy hónap, de hát uh, végül is itt van, úgyhogy nézzük, mi ez. Eleve egy nagyon kis király külső műanyag burkolata van, ami azért nagyon pozitív. Úgyhogy ezt könnyen, könnyen ki lehetett bontani. Kapunk benne egy jó kis film kartondobozt, azt, azt gondolom sokan megirigyelnék ezt otthon, hogyha így csomagolnák be a legókat. Gondolok itt a e-magos, illetve e-digitális rendelésekre. nem megsérteni, ami benne van. És igen, tár tárulj! Terám, Megérkezett a találgyanti kalendár. Tudom, nem egy nagy dolog, de mivel, hogy erre szavaztatok, hogy ez legyen az, amit szeretnétek, hogyha adventkor kibontogatnék egyesével, úgyhogy megérkezett. Úgyhogy szépen egy fognak készülni a videók, úgyhogy egy nagyon izgalmas kis, fogalmazunk e, fogalmazzunk úgy, karácsony, hogy advent elén nézünk. Hát én már most nagyon várom, hogy szépen kibontogassam az ablakokat, hiszen egy nagyon jó kis készlet. Még mondanom se kell, hogy azért csak sikerült egy árcímkét ráragasztaniuk. E, hát most már mindegy, valami megpróbálom leszedni, hogy azért mégis a videóban jól nézzen ki, de hát apróságot ne föl. Úgyhogy ez volt nálam, még annyi titkot elárulok, hogy fog érkezni még egy második csomag is, de az még sajnos nem ért ide, úgyhogy lesz még bontogatás valamelyik pénteki csetben, és ez egy sokkal izgalmasabb készlet, én legalábbis azt gondolom, aztán majd persze meglátjuk. Írjátok meg, hogy várjátok -e ezt a bontogatást, pontosabban azt, hogy adventkor minden egyes nap kikerüljön én azt gondolom, ki fog kerülni Facebookra és meg, meg Instagramra is a videó, hogy mik vannak az ablakokban, úgyhogy várjátok ezeket a bontogatásokat. Ha esetleg nem követnétek Facebookon vagy Instagramon, akkor mindenképp tegyétek meg. Videó alatt ott vannak a linkek, mindegyik elérhetőségem ez, úgyhogy hajrá. Ezen kívül dobjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett valamint ha még nem tetétek volna, akkor még innenképp iratkozzatok föl, hiszen gyönyörűen elkezdtünk ismét növekedni, de azért még a 2000, ami vágyott számom a következő ilyen cél, amit szeretnék elérni, még nagyon messze van, úgyhogy hajrá! Ezen kívül tudtok támogatni pólókkal, illetve a saját ajándékkészítemmel is, szintén a linkek lenne a videó alatt, hogy akár elérhettek üzenetbe, és akkor megbeszéljük a részleteket. Úgyhogy bátran nyugodtan rendeljetek attól hogy én nem vagyok otthon, ezek továbbra ez is ezek is működnek. És akkor ennyi lenne a mai pénteki chat, gondolkozatok a VIP-n, remélem azért tudtam már amennyit segíteni benne, és aztán évféltől hajrá, hogyha valamit akartok vásárolni. A következő videó, ami hétfőn lesz, mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!